Sziasztok! Tavaly július 11-én egy csoportba kiírtam volt, hogy aki akar kérdést írni nekem, az csapasson kommentbe kérdést. A mai videóban kérdezfelelek lesz. Mivel a csoport egy ilyen privát jellegű csoport, így megkérdeztem, hogy kinek takarjam ki a nevét, ezért egyes embereknek ki lesz takarva a nevük, mint másoknak nem. Az első kérdés, József kérdi, hogy mióta zenélek. Konkrétabban két éve, mármint hogy komolyabban, két éve kezdtem el foglalkozni újra a gitárral, mert egy négyes időszakom alatt gitároztam volt, és hát az egy nagy fail volt. Közben a hajam különálló életet él, de azt nézzük el. Ákos kérde, hogy mi a célom az életben? Hát igazából ez egy érdekes kérdés. Szerintem, ha majd lesz családom, és lesz munkám, és lesz mindenem, akkor tudjak olyan körülményeket teremteni a családomnak, hogy az kényelmes legyen minden téren. Dávid kérde, hogy mikor tanítom meg jó verseket írni. Ne haragudj, hogy rá fél évre válaszolom meg a kérdést, de bármikor. Ferenc kérde, hogy melyik zenét vagy zenéket szeretek gitározni. Hát igazából ez változó. Néha ráállok egy zenére is, akkor az így a fejembe így kattog, és mindig az gitározom. Milyen volt a Radiohead-től a No Surprises, mostanában a Bad Lovers-től a Move Me, nem tudom, olyan banda nevet jól mondtam, mint fejből. Robi kérdi, hogy mi a véleményem a depressziós emberekről. Szerintem külön videóm lesz a depresszióról. Diana kérdi, hogy ha kapnék lehetőséget, hogy zenész lehessek, akkor elfogadnám-e? Vagy más terveim vannak? És mi késztetett arra, hogy zenéljek? És a zenéléssel szerintem le lehet küzdeni a negatív gondolatokat, illetve azt, hogy melyik dal az, ami nagy hatással volt az életemre. Hú, jó sok kérdés, kezdjük sorba megválaszolni. Ha kapnék lehetőséget arra, hogy zenész lehessek, akkor hát nem teljes állásba, de elfogadnám szerintem. Teljes állásba elég fárasztó lenne egy 2 kilós gitárral menni körbe. Hát igazából azt készített arra, hogy zenéjek, hogy 8. végén ilyen vizsgánk volt nekünk itt Erdélyben, és ahelyett, hogy arra tanultam volna, a sok stresszt én zenével vezettem le. Megtanultam gitározni, megtanultam kirakni a Rubik kockát, és minden formáit, tehát ja, nem tanultam semmit. Na jó, ez nem teljesen igaz, mert bekerültem végül abba az osztályba, amit be szerettem volna. Szerintem le lehet küzdeni a negatív gondolatokat zenéléssel. Máté kérdés, szeretem-e a cuki-duci cicákat? Én minden állatot szeretek kivétel nélkül. Nagyon szeretem a cicákat, a kutyákat, szóval, ja. Villő kérdi, hogy hiszek-e a paranormális és természetfeletti dolgokban? Igazából félig meddig hiszek. Martin kérdi, hogy ki vagy mi inspirált? Igazából minden téren más ember inspirált, YouTube téren volt vagy 5-10 ember, aki így inspirált, zenélés téren ugyanúgy 5-10 ember, szóval minden egyes részén az életnek más emberek inspirálnak. Viktor kérdi, hogy bármit lehet-e kérdezni. Igen, bármit lehet kérdezni. Lajos kérdi, hogy mennyi időt szoktam tölteni a gép előtt. Na most ez változó. Régebben nagyon-nagyon sok időt töltöttem, most azt az időt, amit a gép előtt töltöttem, a telefon előtt töltöm, szóval Bence kérdő, hogy cica vagy kutya és miért? Szerintem igazából nekem kutyám van, de szeretem nagyon a cicákat is, mert aranyosak, meg a kutyák is. Szóval, ja, mindkettő. Balázs vagy Tamás, nem tudom, hogy most melyik neveden szólítsalak, kérdi, hogy mi a véleményem a hamis példaképekről, és hogy nem a saját céljaink vezérelnek, hanem mások által megszabott célok. Hát ez egy érdekes kérdés, sokat gondolkoztam rajta. Szerintem egy bizonyos pontig jó, ha van egy példaképünk, aki ugye inspirál, mint az előző kérdésben mondtam, de amikor az az inspiráció már olyan szinten rajongásra fajul, hogy profilképnek vagy borítóképnek is beállítanád az illetőt, akkor már bajok vannak szerintem. Mármint ez egy vélemény, szóval, ja. Ádám kérdő, hogy miért hagytam abba a fotózást. Na most tudni kell rólam, hogy én flow-szerűen merülök bele mindenben, szóval ha nekikezdek valaminek, akkor egy ilyen nagy hullám szerűen
Kezdem el. Mikor neki kezdtem fotózni, 24/7 fotós dolgokat néztem, fotózásról videót, fotózásról tippeket, fotoblogokat bújtam konkrétan. Aztán, mikor neki kezdtem zenélni, ugyanez csak a zenével. Szóval, amikor elkap egy ilyen flow, egy ilyen áramlat, akkor én azzal megyek. Karcsi kérdi, hogy miért kezdtem el a zenélést, illetve hogy mi inspirált rá. Na most, ahogy mondtam, több ember inspirált rá, és ezt már úgy nagyjából meg is válaszoltam, hogy a stressz miatt kezdtem el zenélni. András kérdi, hogy melyik országba szeretnék leginkább eljutni és miért. Nem nagyon járom az országokat, tehát Magyarországon és Románián kívül nem nagyon voltam sehol, de minden országba szívesen elmennék. Dávid kérdi, hogy mit szeretnék szívesen csinálni az életbe is, hogy mik a céljaim, továbbtanulás, stb. Hát igazából informatikus szeretnék lenni, egy ideje ennek tanulok és ennek élek. Ja, informatikus szeretnék lenni, meg hogy céljaim különösebben azok, hogy legyen lakásom, családom, autóm, meg hogy tudjak biztos megélhetést biztosítani. Hanna kérdi, hogy mit jelent számomra a depresszió. Na most ugyancsak visszatérek ide, hogy erről szeretnék majd egy külön videót csinálni, úgyhogy majd erről lesz egy külön videó. Gergely kérdi, hogy ki a kedvenc bűvészem, és miért ő? Hát te vagy a kedvenc bűvészem, ezért. Hirtelen elkezdtem vágni a videót, és jött még egy kérdés, amit muszáj beletennem. Szóval Roxy kérdi, hogy ha egy dolgon változtathatnék a világon, mi lenne az? És ajánlja, hogy minél hamarabb rakjam ki a videót. Hát ha egy dolgon változtathatnék, az igazából az lenne, hogy ne ilyen későn tudjam megcsinálni a videókat. Ez egy nehéz kérdés tulajdonképpen, és most alig tudom megválaszolni, ugye videón kívül, meg bocsi, hogy remeg a kezem. Szóval ha egy dolgon változtathatnék, az az lenne, hogy az emberek jobban fogadják el a többieket, illetve legyenek nyíltabbak különböző témák felé, és hogy legyen több szeretet. Ezek voltak a kérdések, remélem nem nagyon húztam el a videót, és szerencsémre nem is állt le a felvétel, remélem minden kérdést meg tudtam jól válaszolni, és bocsi, hogy konkrétan 30 héttel később válaszolok, csak nem nagyon volt időm erre. Ha tetszett a videó, ne felejtsétek el megosztani, és hogyha nem vagy feliratkozva, iratkozz fel, illetve dobj egy lájkot. Találkozunk a következő videóban, sziasztok!